Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket is. A mai adásban itt lesz velünk Németh Loisy a Bikiniből, aki önálló albumot jelentetett meg. Igazi zenei csemegét hoz el nekünk az Amadinda ütős együttes, illetve érkezik Vámos Miklós író és televíziós személyiség, aki egy meglepő zenés műsorral járja az országot. Először azonban jöjjön Gájer Bálint, akinek az Eurovíziós dalversenyen ugyan nem sikerült diadalmaskodnia, ám ezen ő maga nem csodálkozott, hiszen róla mindenki tudja, hogy nem épp a ma divatos zenei irányzatokat lovagolja meg. Első vendégünk tehát a hazai swing nagyhercege, Gájer Bálint, a mai Sláger híradónkhoz pedig nagyon jó szórakozást kívánok! Én csak egy könnyű kis táncra készültem, de még a tömeget bámulom, szédültem, miközben messze járhat már az elkövető. Hát sok mindenem vagyok túl, hála Istennek is sikeres volt, mondjuk pont az Eurovízió nem annyira, de első körben sikerült kiesni végül is a műsorból, de megmondom őszintén, igazából azért is jelentkeztem a műsorba, egyrészt nyilván bemutassam az új dalomat, a Speed Bump című dalt, illetve hogy a február 13-ai koncertemből tudjak beszélni, ami már ugye volt, egy Valentin napi koncert, hála Istennek teltházunk volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeres időszakon vagyok túl, és hát ebben az évben lesz új lemez, úgyhogy most gőzerével neki tudok állni majd az új daloknak. Nyilván csalódott voltam, hiszen az ember kitűz maga elé valami célt, akkor azt szeretné teljesíteni, és ha nem sikerül, akkor egy picit csalódott lesz. Próbáltunk ugye a maximumot beletenni, ugye egy kis színpadi produkciót csinálni, kicsit táncoltam, kicsit volt valami sztoria a dalnak, úgy éreztem, hogy ez a dalhoz kell valami plusz még, hogy egy igazán, hogy valami produkció legyen a színpadon, mert hogy egy tévéműsorban azt gondoltam, hogy az mindenképpen előnyös, és aztán pont ezt hozták ki negatívumként inkább, hogy túl sok minden történt, és ezért nem figyeltek feltétlen rám, csak én inkább oké, hogy a nevemet viselte a dal, meg szóló karrier, meg mit tudom én, de én szeretem, hogyha azért a többiek is így a Rivalda fénybe jutnak, fantasztikus táncos srácok voltak egyébként a produkcióban, és a zenész barátaim vettek részt a produkcióban. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív kis dalt sikerült összehozni, és aki szereti a zenémet, az ezt a dalomat is kedvel. Bomba robban, éppen egyszerűen lángra lappad minden. Eleve nem azért jelentkeztem feltétlen, hogy megnyerjem a műsort. Azt is igazából megfogadtam, hogy a Facebookon is így elmondtam, hogy nem nagyon fogok jelentkezni ilyen műsorban, mert én azt gondolom, hogy ezt a műfajt, amit én képviselek, ezt nem feltétlen érdemes versenyeztetni ma menő mainstream zenékkel szembe. Ugye én azt szeretem, hogyha a koncertre eljönnek, és azok jönnek el, akik szeretik, amit csinálok. Ugye ilyenkor nehéz szembesülni azzal, hogy egy csomó negatív kritikát kap esetleg az ember, vagy nem. A végkimenetelen nem lesz sikeres a dolognak. Igen, valószínű, de nyilván az ember, hogyha kijut külföldre, akkor azért az egy plusz dolog lesz, bár azt tapasztalom igazán, hogy úgy különösebben nem indul be utána a karrierjük az előadóknak. Nem tudom, hogy csak nem jó kamatoztatják a sikert, vagy ennek egy ilyen vele járója, hogy a csúcsról csak lefelé vezet az út. A fene tudja. Azért kíváncsi lettem volna, hogy mégis milyen egy ilyen nagyszabású rendezvény, és ennyi ember előtt énekelni. Kint asztalok a téren, a szoknya száll a szélben, bekópog a nyár. Nem tudom, hogy az mennyire titok. Én élvezem, amit csinálok, és hát hosszú keresés után, ilyen partizenekaros időszak után találtam meg azt a műfajt, amit szeretek, és én szerintem a közönség is érzi, hogyha valaki önazonos, hogyha valaki abban a műfajban jól érzi magát, vagy jónak érzi magát. Nekem is van egy csomó olyan műfaj, amit így el tudok énekelgetni, de én is ebben érzem igazán erősnek magam. Ez egy nagyon színes műfaj, a swing mellett latin zenék, pop zenék is ugyanúgy elférnek a repertoárban. Én szerintem azt szereti a közönségem, hogy közvetlen vagyok, hogy foglalkozok velük, hogy próbálom kicsit viccesre fogni. Én azt gondolom, hogy Frank Sinatra és
például Michael Bublé-nak a sikere is, azon felül, hogy jól énekelnek, azért a személyiségükben rejlik, hogy egyszerűen az az érzésed van, hogy bármikor oda mehetnél hozzá, és hogy el tudnál beszélgetni vele, mert annyira közvetenek. Még nem is biztos, hogy ez így van, de maga az érzet az így van. Nem egy izzadságszagú produkció, egy nagyon közvetlen, hiteles produkció, és ezt a közönség érzi. Értem, jött a nyár, és bolondos szívem szvingre jár. Én a közönségemnek mondanám, hogy bízom benne, hogy találkozunk majd valamelyik koncerten, és nézzék a Sláger TV-t, ugyanis elég sok dalom elhangzik klip formájában. Fel a fejjel, bármi gond van, a zene átsegít mindenen, úgyhogy csak pozitívan. Megint érzek, megint élek, és a boldogság, mint zápor. Értem, jött a nyár. A szívem swingre jár. Egy igazán különleges vállalkozásba fogott Vámos Miklós. A neves író, akit televíziós műsorvezetőnként is jól ismerhetünk, Karácsony Jánossal, az LGT gitárosával járja az országot. Azonban ezúttal énekel és a gitár húrjait bűvöli. A Beatles és Mi című zenésest középpontjában természetesen a liverpooli gombafejűek állnak, ám a dalokhoz az író sajátos hangulatú magyar nyelvű szövegeket illesztett. Vámos Miklóssal Bence Attila beszélgetett egy budapesti kávéházban, ahol a Beatles-ön kívül szóba kerül az is, vajon évek elteltével nem hiányzik-e neki a televíziózás. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. A szemtelenség határát súrolja az első kérdésem. Nekem nagyon furcsa Vámos Miklóssal a zenéről beszélni, és remélem nem tartott felkészületlenségnek. Én mégis úgy érzem, hogy veled nem a zenéről kéne beszélgetni, mégis ezért jöttünk. Én egy prózaíró vagyok, mániákusan, születésem óta, de mindig kiegészítő sportokat űzök, és most 3-4 éve újra elkezdtem gitározni, mert valaha játszottam én kamaszkoromban, és akkor vettem egy gitárt, ez olyan 3 éve történt, 3,5, mert volt rá pénzem. Letettem otthon a sarokba, úgy néztük egymást, kezdtem pengetni, egyszer jött látogatóba Bornai Tibor, KFT, bábú vagy, régi haverom, és kérdezte, hogy mi ez? Mondom, hát ez egy gitár. Jaj, de jó, ő is hogy szeretne gitározni. Mondom, vegyél egyet te is. Van neki. Csak nem szokott. Gyere át. Well, she looked at me and I could see. Beatles volt a legkisebb közös többször, és akkor játszottunk. Egy idő után ő azt mondta, hogy ne Beatles-t játszunk, mert az ő fülének hiányzik a basszus, a dob, meg a elektromos miskulanc. Én mondtam, jó. Elkezdtük ő számait megtanulni először. Van neki egy Zeng az ének című, én regényemből írt, tehát ezt illet. Aztán kezdtem én is dalokat komponálni saját zenére. She wouldn't dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed the room. And I had her hand in my hand. Európa könyvkiadó felkért, hogy ők azt szeretnék, hogy híres magyar költők fordítsanak rock, külföldi rock dalszövegeket magyarra, és hát kezdjem én. Na most én tudtam, hogy én nem vagyok nagy magyar költő, de talán nagy magyar prózaíró, viszont évek óta magyarítgatom a Beatles-t, csak úgy magamnak. És akkor hát ebből összeállt egy kötet, beletettem mást is, tehát nem csak Beatles, 40-valahány Beatles, meg kortársak. Megjelent zajos sikerrel, megvették, Beatles és én nagyképű címmel, és akkor könyvbemutató, hogy legyen. Hát Bornai nem szeret Beatles-t, megkértem James nevű gitárost, Karácsony János, gyere, nem akarsz kicsit velem magyarul? Beatles, de eljött, persze nem csak Beatles-t játszunk, de mondjuk a gerinc az. Az a lány csak 17, és épp engem néz, és aki nézete
jaj, nincs több ilyen szép. 2 évig egy olyan műsort készítettem a Klubrádióban, Kalózadás címmel, hogy minden csütörtökön egy másik híres magyar rockzenész jött. Beszélgetés volt egy óra, de közben 1-2 számot előadtunk, így ketten. Én a gitárral, ő meg amilye volt, a énekes. Tehát mondjuk Presser, Konzsuzsa, Zorán, Karácsony, az LGT minden tagja volt ott, Zsolti Jánosig bezárólag. Bim-bam-bam, én csak átmentem a szobán, és vége kész, kész. Átrinktuk az éjszakát, fogtuk egymást még tovább. A televíziózás az nem hiányzik? Egyáltalán nem. Ennek több oka van. Én nagyon kevés évet televízióztam a közhiedelemmel ellentétben, mert a lehetetlen 3 évig tartott, a rögtön 2 évig, az 5, és volt a 2 ember, abból készült 10 darab, mert az film volt. Tehát keveset tévéztem, de azt megtanultam, hogy a televízióban nagyon könnyű megbukni. És mivel nekem nem sikerült eddig még, nem szeretnék ezen változtatni, ez a legfontosabb. A másikok, sok híres tévés tett különböző nyilatkozatokat, hogy hány évesen fogja abba hagyni. Én semmilyen nyilatkozatot nem tettem, de amikor egyáltalán elkezdtem, már nem voltam fiatal, én 45 voltam, amikor először. És rögtön elhatároztam, hogy 60 éves korom után egy percig se csinálom ezt, és hát nem is csináltam addig. Tehát nagyjából 50 voltam, amikor abba hagytam, és azért hagytam abba, mert akkor akkori feleségem megfogant, és elég hamar kitudódott, hogy duplám. És született 2 kisfiú, és én úgy éreztem, hogy utolsó projekt az életemben, én bedobom magam, és abban nem fér bele a tévézés, mert én 2 heti műsort készítettem, de az azt jelentette, hogy azzal minden időm elment. Jaj, ahogy ő táncol, nem ér. Jaj, ahogy ő táncol, nem ér. Hamarosan érkezik hozzánk Németh Lojzi a Bikiniből, most azonban jöjjön egy zenei csemege az igazi ínyenceknek. Az Amadinda együttes 1984-ben alakult budapesti zeneakadémistákból, és azóta bejárták szinte az egész világot. Elismeréseik között pedig már ott sorakozik a Liszt Ferenc és a Kossuth díj is. A 4 tagú formáció kizárólag ütős művészekből áll, és a hazai kortárs zeneszerzők művein kívül előszeretettel dolgoznak fel egzotikus népzenéket is. A következő percekben tehát egy különleges zenei élménnyel gazdagodhatunk, hiszen vendégünk Holló Aurél, az Amadinda együttes vezetője. Ezek 1984-ben alakult az Amadinda. A Zeneakadémián frissen diplomázott növendékekből alakult egy olyan csapat, akik úgy gondolták, hogy az ütőhangszeres repertoárt az professzionális szinten kellene végre űzni és megmutatni Magyarországon, és igazából ez volt az a cél, ami a mai napig az együttest vezérli. Ha harmóniára van szükség, akkor ezt ütőhangszereken úgy meg lehet oldani, attól függ, hogy milyen az a hangszer. Tehát az ütőhangszereknek a családjáról lehet tudni, sőt kell tudni, hogy gyakorlatilag végtelen számú együttes, végtelen számú hangszerről beszélünk. Ezeken belül nagyon egyszerű hangszereket is találunk. Egyébként például ilyen mondjuk egy-két darab fa, amit összeüt az ember, de nagyon bonyolult és elég finoman megmunkált hangszerekről is beszélünk, és például ilyenek a dallamjátszó ütőhangszerek, amiken viszont harmóniákat és dallamokat is lehet játszani. Hozzáteszem, hogy dallamokat lehet játszani nagyon különbözőféle anyagokon, tehát hogyha mit tudom én, 5 fazekat egymás mellé teszünk, az ugyanúgy képes dallamot képezni, hogyha különböző hangmagasságok vannak, csak az nem egy olyan fajta temperált dallam lesz, mint amit adott esetben egy zongorán el lehet játszani. Ütőhangszereknek is van egy játéktechnikája, én is tanítom egyébként, én szakközépiskolában tanítok, és ezek a technikák, ezek néhány alaphangszerre szorítkoznak, ezekkel a technikákkal viszont meg lehet szólaltatni gyakorlatilag minden olyan hangszert, ami ütéssel szólal meg.
Magyarországon én kettő professzionális együttesről tudok, illetve egész pontosan háromról, ugye az Amad innen kívül a Talamba az, amelyik Budapesten tevékenykedik, illetve Budapest környékén, de létezik még egy győri együttes nevű formáció is. Ők elég régen játszanak együtt. A Talamba, ha jól tudom, akkor azt hiszem a 15. életévét ünnepelte néhány évvel ezelőtt. Mi most a 32-et, úgyhogy azt hiszem, hogy valószínűleg talán, de a Gyűrű ügyítés elég régen alakult, én is játszottam benne annak idején, de az egy másfajta formáció. Tehát azt gondolom, hogy a professzionális együttes kategóriájában ez a kettő, az Amadinda és a Talamba. Tehát egy ütőhangszeres koncert előkészítése azért másképp történik. Itt a hangszereknek van egyfajta fizikai állapota, például a bőrök elég feszesek, hogyha ha a bőröknek jól hangja, akkor nem kell hozzányúlni feltétlenül, nem kell mindig hangolni. Marimbák, vibrafonoknak a hangolása az műhelyi körülmények között történik, ezt koncerten nem hangoljuk be. Tehát, ez igazából a dolognak a logisztikája másképp működik, tehát tulajdonképpen ezeknek a fizikai elhelyezése, a szállítása, a színpadra helyezése, ez az igazi feladvány egy ütőegyüttesnek a koncertezésébe. Március 4-én Budán fogunk játszani a Hot Jazz Band-del, és ez egy számunkra egy nagyon érdekes koncert. Tulajdonképpen évek óta tervezzük, hogy velük összeállunk, és csinálunk valamilyen komolyabb dobást. Most tulajdonképpen ennek a jegyébe telnek a napjaink, tehát hangszerelés, megbeszélések, a hétfőn kezdődnek a szigorúan vett próbák, de Bényei Tamással tegnap is hétfőn is találkoztunk, és túl azon, hogy effektíve dolgoztunk az anyagon, elég sokat is beszélgettünk a zenéről, tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Részleteket egyébként a Hot Jazz Band és az Amadinda Facebook oldalán is meg lehet találni. Sóhajok lépcsőháza címmel jelentette meg szerzői albumát Németh Lojzi, a Bikini alapító basszusgitárosa. Furcsaság, hogy a lemezen D. Nagy Lajos nem szerepel, a dalokban Nagy Feró, a Mirigyes Sipos Peti, illetve Keresztes Ildikó énekelnek. Ildikótól a Menj, ha menni kell című dal egyébként nézőink számára már jó ismerős lehet a Sláger TV klipműsoraiból. A különleges korongról most mindent elmond nekünk a fantasztikus basszusgitáros Németh Lojzi. Előadás le lett kötve erre a nyárra már, és már a következő éven dolgozik a Lajos, úgyhogy semmi gond nincs a zenekarban, inkább csak az, hogy egy teljesen személyes albumot adtam ki, ami zenekartól független. Ez az én gondolataim, az én akaratom. Fekszem a fél homályban, veled egy fél szobában. Megpróbáltam visszaadni azt a szeretetet, amit kaptam Erdélybe az elmúlt 30 évben, és ez az album gyakorlatilag egy ilyen szeretett album, ami visszatesz valamit abból a rengeteg jóból, amit ott összeszedtem. Engedem, hogy szálljon el, ami fáj. Nem kis neveket választottál a dalok előadásához, talán még instrumentális is van rajta, ugye? Nem, szerencsére azért odáig nem merészkedtem. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy ráteszem a temesvári vasárnapot, hiszen onnét indult el ez az egész, és hogy jutottam el Székelykeresztúrig, ahol asszonyt választottam magamnak, nagyjából a lemez fele erről szól, tehát ilyen székely élmények, a másik közéleti kérdéseket boncolgat. Egyek vár, de elválasztja őket a folyó. Keresztes Ildikót választottam elsőként, már nagyon régóta kerülgettük egymást, ő kért, hogy írjak neki lemezt, most én kértem, hogy ő énekeljen az enyémen, úgyhogy végre sikerült. Három dalt énekel az Ildikó, Sipos Peti énekel 5 dalt rajta, és Nagy Feró is egyet énekel. Aki megveszi ezt a lemezt, vagy hozzájut valamilyen formában, biztos, hogy nem veszi ki se a kocsiból, se a CD játszóból, mert olyan a dalok, olyanok a slágerek, amely mindenki szívét melengeti. Van rajta egy válásról szóló dal, Menj, ha menni kell című dal, amiből merítettem a címét és a lemezek, abban van egy ilyen sor, hogy Sóhajok lépcsőháza ajtódban legyen kitárva, innét jött a lemez címe is. Van rajta
békeszerető dal, tehát ami az emberséget emeli ki, az, hogy hogy fejlődik egy régió, hogy az emberek hogy szeretik ott egymást, hogy élnek, és van rajta közéleti kérdés, hogy hogy kéne élnünk ezen a bolygón, ami a 24. óráját, annak is az utolsó percét éli, úgyhogy mindenféle téma van rajta. Sokkal jobb lenne, megfognánk egymás kezét, és egy irányba menne mindenki, nem össze-vissza, és nem lenne gyűlölet, hanem ugye megbecsülnénk ezt a bolygót, egy környezetvédelmi kérdés is, hogy ne pusztítsuk annyira, amennyire pusztítjuk. A bikini személyzet játszott a Fol, Mihalik Viktor dob, Lukács Peta gitár, és a Makovics Dénes egy dalba szaxofonozik. Én Nagy Lajos, hogy viseli ezt a lemezt? Én nem kérdeztem, hogy viseli, kértem, hogy énekeljen 2014 májusában, akkor azt mondta, hogy egész nyáron felújítják a lakást, nem tud zenével foglalkozni, úgyhogy ennyi. Köszönöm figyelmüket, hiszen mára ennyi volt a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!